Kedves nézőink, férfi kollégáim ismét egy kicsit zavarba jöttek, ugyanis újra egy gyönyörű hölgy ül itt velem szemben, ezúttal a Kisvárdai Annabál győztese, Csubák Ramóna. Szia Ramóna! Az jutott eszembe, hogy most még zavarba jönnek a férfiak, ha veled találkoznak, de pár év múlva lehet, hogy rettegni fognak, amikor már ugye fogorvos leszel. Tehát ki kell használni ezt az időt szerintem, ami még addig van. Most viszont egy fantasztikus eredményt látunk gyakorlatilag díjesőt, a Kisvárdai Annabál királynő évé választottak. Nos, mesélj egy picit, hogy jött az ötlet, hogy ezen az Annabálon egyáltalán részt vegyetek? Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek, és közel 3 héttel ezelőtt a Kisvárdai Jótékonysági Nőegylet megrendezte a 4. Kisvárdai Annabált, és itt a kedves bálozók szavazata alapján a közönségdíjat és egy szakmai zsűri vélemény alapján pedig a koronát kaphattam meg. Úgyhogy ez számomra egy nagyszerű élmény volt. Az az igazság, hogy a korábbi években mindig akkor utaztam el a szüleimmel a családi nyaralásra, amikor is ez a Kisvárdai Annabál éppen zajlott, így csak távolról tudtam csodálni ezt a nagyszerű eseményt. Idén viszont úgy alakult, hogy hamarabb megejtettük ezt a nyaralást, és nagyapám, illetve a szüleim vetették fel az ötletet, a gondolatot, és úgy voltam vele, hogy kipróbálom magam. Korábban valamiféle szépségversenyen részt vettél, vagy valamilyen modelliskolába jártál-e? Nem, semmilyen hasonló dologban nem vettem még részt, úgyhogy ez egy teljesen új irány volt az életemben, de nagyon sok tapasztalatot tudtam szerezni, amit majd a jövőben szerintem hasznosítani is tudok. Ez annyira különös, mert azért ez a világ erősen afelé tendál, hogy nagyon sok lány úgy gondolja, aki mondjuk szépnek születik, hogy ebből azért meg is lehet élni. Tehát ha mondjuk megkérdezzünk általános iskolás gyerekeket, akkor sokan influencerek vagy modellek szeretnének lenni, vagy valamiféle olyan pozícióba kerülni mondjuk a szépségük kapcsán, ami egy viszonylag könnyű pályának tűnik. Itt vagy te, aki gyönyörű vagy, és mégis egy nagyon szép hivatást választottál. Valaki azért gondolom mondogatta, hogy hát azért te nagyon helyes, nagyon szép kislány vagy, megpróbálhatnád akár ezt az utat is, és mondjuk akár modellkedhettél is volna. Volt ilyen belső, vagy akár külső ösztönzés az életedben? Természetesen a családomtól mindig nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, de én mindig is úgy szerettem volna elképzelni a jövőmet, és úgy is képzeltem el, hogy segítsek másoknak, és ezért az egészségügyi pálya az nekem mindig is egy célom volt, egy álmom, és ezért választottam ezt a fogorvosi hivatást, de természetesen nagyon jó volt egy teljesen más világba belecsöppenni így az Annabál keretein belül. Ez egyébként szuper, hiszen ugye a közönség is téged talált a legszebbnek, és a szakmai zsűri, tehát ez az a szerencsés helyzet, amikor mindenki egyet gondolt. Tudod-e, hogy milyen szempontok alapján döntött például a zsűri így? Úgy tudom, hogy a zsűri összességében nézett minket, tehát nem csak a megjelenés volt fontos, hanem a kisugárzás is. Emellett a műsorvezetők kérdéseket tettek fel nekünk, tehát a kommunikációs képességünket is ezáltal megcsillogtathattuk, és szerintem így összességében néztek minket is, és ez alapján született meg a döntés. Milyen ruhába voltál? Az én ruhám egy természetesen földigérő, sötétkék ruha volt, aminek a felső része csipkés és csillogó volt. Nagyon-nagyon szeretem a kék színt, úgyhogy olyat szerettem volna választani, ami úgy engem képvisel, ami engem tükröz, és ez sikerült is. Nos, hát nem tudom, ugye most ez tényleg egy gyönyörű elismerés. Most kacérkodsz azzal, hogy esetleg folytatás lesz ebből a dologból, és egy másik megmérettetésen is kipróbálod magad, vagy ezt elteszed, mint egy szép emlék. Egyébként első bálozó voltál? Első bálozó voltam. Uh-huh. Igen. Az az igazság, hogy szeptembertől vissza kell csöppennem az én kis világomba, a tanulás és a gyakorlatok világába, de természetesen, hogyha a sors és a jövő úgy hozza, akkor nem zárkózom el semmilyen ilyesfajta lehetőségtől. Ez a jövő titka még.
pont az jutott eszembe, hogy az előbb azt mondtam, hogy rettegni fognak. Hát egy ilyen kedves mosoly, meg nyilván az egész lényed és a kisugárzásod annyira pozitív, hogy reméljük, hogy nem rettegni fognak, hanem tényleg bizalommal ülnek majd be a fogorvosi székbe. És hová tervezed majd az életed, amikor meg lesz a diplomád? Milyen vágyaid, álmaid vannak? Mindenképpen itt belföldön szeretnék elhelyezkedni, még azt, hogy milyen szakirányba menjek, azt egyenlőre nem tudom, de itt szeretném elkezdeni a pályámat Magyarországon. Na, akkor azért egy kis szépségtitokról, vagy trükkökről, vagy nem tudom, miről is beszélhetnénk. Hogyan tartod magad karban, és van-e valamilyen titka annak, hogy ilyen sugárzóan szép vagy? Úgy gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy megtaláljuk önmagunkat, hogy mi fejez minket legjobban ki, akár az öltözködés, akár a smink vagy a hajnak a területén, és én próbálom mindig önmagamat adni. Sokat mosolygok, úgy gondolom, hogy a mosoly talán az egyik legszebb dolog, amit viselhet egy nő, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy kiegyensúlyozottak legyünk, hiszen ez meglátszik majd abban, ahogy mi megjelenünk, ez a pozitív kisugárzás egyértelműen látszik egy nőn. A jó alakod az genetika, vagy azért van benne munka is? Úgy gondolom, hogy mindkettő, tehát genetikai is, de természetesen nagyon szeretek sportolni, és nagyon szeretek táncolni, ez a szenvedélyem már kiskorom óta, úgyhogy szerintem ez is hozzájárul ehhez. Hát gondolom, a bálon táncolni is kellett. Egyébként mit szólt a család ahhoz, hogy te lettél a királynő? Azóta történt-e mondjuk valamiféle változás? Ugyanúgy néznek rád, vagy azért ez a korona, ez olykor-olykor tiszteletet is ébreszt a családtagokban? Szerencsére a szüleim, illetve a kedves párom elkísért a bárra, úgyhogy így nyugodtabban is álltam az egész esemény elé, és nagyon boldogak voltak, végig támogattak engem, úgyhogy nem tudom, hogy megváltozott-e az, ahogy rám néznek, de úgy gondolom, hogy büszkék rám nagyon. Hát minden okuk meg is van rá. Hát Ramona, nagyon szépen köszönjük, tényleg szívből gratulálunk, aztán még egy kicsit pihenges, mert szeptembertől tényleg úgy gondolom, hogy elég kemény idők jönnek majd az egyetemistákra, nem csak rád, úgyhogy még egyszer köszönjük, hogy itt jártál. Én is köszönöm. Kedves nézők, szépségverseny után pedig zenével folytatjuk. Nemrég Olá Gergő járt Nyírbogáton, egy nagyszabású rendezvényen, stábunk a nyíregyházi emlékeiről és a gyerekekről is beszélgetett az énekessel. I got something that I'm still doing, and it was what's all about? And then we got all the shame. But you don't want to leave it. Hey, you need to drink a beer again. We got what's all about? We got all the conversation on the road. Te Nógrád megyében születtél, de valahogy a szabolcsiak mégis egy kicsit a sajátjuknak érezhetnek téged. Te hogy vagy ezzel? Igen, ennek örülök. Az életem egy szakaszában volt, igen, hogy Szabolcs megyében, Nyíregyházán tanultam 2 évig, és nagyon sok jó élményt szereztem itt, a tánccal és az énekléssel is, úgyhogy igen, és rengeteget járok egyébként Szabolcs megyébe, úgyhogy tényleg érzem, hogy azért szeretnek itt, és ez jó érzés, és én is nagyon szeretek ide jönni. A fellépéseim több százalékát egyébként errefelé jövök, úgyhogy nagyon-nagyon szeretek erre járni, úgyhogy mindig jó emlékeket viszek innen Szabolcs megyébe haza. És hát ugye a Mosoly című dalodat is nagyon tehetséges nyíregyházi táncosokkal forgattad, ők működtek közre benne. Na, mesélj erről egy picit, ez milyen volt? Nagyon jól informált vagy. Igen, hát ugye nekem nagyon jó barátaim ők, ugye egy iskolában jártunk, és aki osztálytársam, az Everdance nevezetű tánccsapat tagja, és akkor őket kértem meg, mindenki barátom onnan, és akkor pont ez egyébként egy olyan sztori volt, hogy ők pont mentek talán Németországba táncolni, és Pesten utaztak keresztül,
keresztül, ugye onnan indultak, és pont volt annyi idejük, hogy beugrottak nekem egy órára a klipbe táncolni, ilyen tök random volt az egész, és a klip után indultak Németországba táncolni, és nagyon jó, vidám kis klipet sikerült velük összedobni. Szóval így történt ez a klipforgatás. Aztán utána még az Everdance-el dolgoztunk tovább. Siófokon is volt egy közös koncertünk, és igen. És Nyíregyházán is. És egyébként a tehetségedet és a sokszínűségedet mi sem mutatja jobban, hogy nem olyan rég egy gyerekdalnak a klipjében is szerepeltél. Szuper, nem? Egy igazi hős lettél ott. Milyen volt ez a forgatás egy picit? Egyáltalán hogy jött ez a gyermekdal? Igen, ahogy írtam az oldalam, hogy végre elárulhattam, és fény derülhet arra, hogy én vagyok Superman. Igen, hát Kalap Jakab gyerek zenekar felkért engem erre a szerepre, hogy van egy ilyen daluk. Egyébként ez már nagyon régi daluk, képzeld el, ez még kazettán jelent meg nekik ez a daluk, amit most újra átdolgoztak, és frissítettek egy picit, és most úgy döntöttek, hogy forgatnak erre egy klippet, és azt szerették volna, hogy esetleg bevál, félve kérdezték meg, hogy esetleg lehet, hogy téged felkérjünk arra, hogy te legyél a Superman. Ne vicceljetek már, hogy nem, a Superman, persze, simán. Nagyon-nagyon vidám forgatás volt, majdnem egy egész napos forgatás volt. Hát egy nagyon vicces volt, hogy egy iskolába mentem be Superman jelmezbe a gyerekek közé, és a gyerekek így néztek. Aztán nagyon vicces volt, szerintem a klip is nagyon jó volt, és jó volt ezzel a szereppel azonosulni. Úgyhogy igen, én voltam Superman a klip erejéig. De azt gondolom, hogy ők egy nagyon jó kis, friss, vidám zenekar, gyerekzenekar. Errefelé is járnak ők is sokat, meg szerintem voltak is már. Úgyhogy ez a felkérés, ez így történt. Ezt nem mondtam nekik, hogy sűrösen benne vagyok bármiben. Jó érzés volt egyébként az, hogy nem kellett énekelnem, nem kellett zenélnem, vagy valami, hogy eljátszottam, hogy én voltam Superman. Van arra esetleg kilátás, hogy a közeljövőben esetleg te magad is gyerekdalokat írj és énekelj? Szerintem el fog majd jönni az az idő, amikor már így ősz leszek talán, meg ilyen idősebb korban már lehet, hogy csinálok egy gyerekzenekart, amikor már így a unokáim is ott lesznek körülöttem egy gitárra, nem tudom. Szeretem a gyerekdalokat egyébként, otthon folyamatosan gyerekdalokat hallgatunk. Lehet, hogy egyszer eljön. Egyébként többször is felkértek már. Van még egy gyerekzenekar, most hitelent a nevét, de ők is, aztán az valamiért nem jött össze, de képzeld el, még ez egy titok, nem mondjátok el senki, csak így négy szem közt, igazából ez sehol nem fog megjelenni, szerintem ez egy titok, hogy még az a... De igen, meg fog jelenni, úgyhogy az egész világ tudja most ezt a titkot, de azért csak folytasd. Ez még csak ilyen idézőjeles dolog, hogy még talán ha minden jól megy, és ha tényleg ez összejön, még az Alma együttese is lesz valami közösködés, úgyhogy ezen még rajta vagyunk, dolgozunk. Remélem, hogy nem vernek meg a fiú kezé, hogy ezt így elárultam, de lehet, hogy lesz valami közösködés az Alma együttese, nagyon szeretjük őket a gyerekekkel, úgyhogy én a gyerekzenekaroktól, a gyerekektől főleg nem zárkózom, én minden jóra nyitott vagyok. Hogyha esetleg megtámadna az Alma zenekar, megvédünk, mert velük is interjúztunk már. Ugye nem csak a gyerekdalokat imádott te, hanem a négy gyermekedet is. Mennyire nehéz összeegyeztetni a karrieredet a családdal? Hát valamikor nagyon nehéz. Most például pont abban az állapotban vagyok, hogy most nehéz, és most úgy nagyon sokat megyek, és jó lenne már így több napot otthon lenni. De mindig, tehát nem az van, hogy én nem vagyok otthon semennyi időt. Minden nap otthon vagyok, nyilván. De van az az idő, amikor az ember azt mondja, hogy ez olyan, mintha nem is lennék otthon. Például most olyan szakaszban vagyunk, és plusz még más projektek is vannak, a fellépések, meg az utazásokon kívül. Úgyhogy nehéz, de aztán mindig ez valahogy úgy adja a Jóisten, hogy ezeket be tudjuk pótolni. Aztán mindig jönnek napok, amikor azt mondom, hogy oké, senki semmit nem csinálhat, nem mehet senki sehova, hanem elindulunk együtt. 3 napra elutazunk, vagy valamit csinálunk, vagy csak otthon fekszünk és játszunk együtt, és senki nem jöhet se hozzánk, és mi sem megyünk senkihez. Úgyhogy ezeket mindig bepótoljuk. A gyerkőcöket mikor fogjuk látni a zenekarodban, akár zenélni, akár táncolni, vagy bárhogy közreműködni? Most, ahogy hazaugrottam, egy fél órám volt arra, hogy átöltözzek, és bekaptam gyorsan valami ebédet. A kisfiam odaszaladt hozzám, és mondta, hogy apa, van 3:40? 3:40 van? Mondom, persze, mondom, mit akarsz? Mutatok valami. És akkor most van neki ilyen kis konga, nagyon szeret dobolni, és nagyon ügyes. És hogy ő most megmutatná nekem, hogy mit gyakorolt. És berakott a kis tabletjén egy zenét, és fúra ledobolta az egész zenét. Néztem így, hogy van a
fiam, ez nagyon jó volt, kisesett a tempóval, kiáll. Úgyhogy ilyen, ez a 3 perc, 40 másodperc engem ez feldobott, aztán jöttem ide hozzátok. Úgyhogy az a 3 perc, 40 másodperc is olyan erőt, meg olyan felfrissülést tud adni ilyenkor az ilyenek, hogy apa, van 3 perc, 40 másodperc? Mondom, persze van, mondjad, mutatok valamit. És akkor dobolt nekem. Úgyhogy ő egyébként szerintem egy éven belül, szerintem már lehet, hogy hozom őt színpadra, mert olyan szinten ügyes, és kahonozik, és perkán dobol. Úgyhogy ő hamarosan szerintem fog velem színpadra jönni. A kislányom inkább a humán dolgokban nagyon erős, és ő nagyon-nagyon okos, és nagyon-nagyon szépen beszél, tanul, úgyhogy ő másik világ. Hát van a kisfiam, ugye a Nolan, ő a 3 éves, hát olyan huncut, olyan csibész gyerek, hogy őt nem tudom mosolyogni, mert hát ha idehoznám, már kamerából nem biztos, hogy lenne. Nagyon-nagyon szeretem, annyira szeretem, ő igazi kisfiú, ilyen igazi huncut, jön, megy, szed szét mindent, ordibá. Van egy kislányunk, ugye az Anna, ő meg maga az öröm, és maga a békesség, és ránézel, és elolvadsz, és megnyugszol. Ő meg ilyen. Tehát mind a 4 gyermekünknek van egy külön személyisége, ami ad. Tehát annyira jó dolog ez. Úgyhogy ez a legjobb dolog az életemben. Na hát akkor legközelebb reméljük már akkor találkozunk, amikor a gyerekek is színpadon lesznek. Nosztalgiázunk egy pici, gyere! Csapd össze! Na figyelj! When the night has come and the land is done and the moon is the only like we see. No, I won't be afraid. No, I won't shiver tears. Just as long as you stay, stay by me. Aki tudja, énekelje! So darling, darling, stay by me. Oh, stay by me. Oh, stay, stay by me. Stay by me. If the sky, there be no compound, so crumbling for to crumble to the sea. I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stay, stay by me. Let me hold your hand, so darling, darling, stay by me. Oh, stay by me. Maradunk a zenénél, de átutazunk Nyírbogátról Tokajba, természetesen a Fesztiválkatlanba, ahol idén nyáron is hatalmas sztárok fordultak meg, és még nincs vége a szezonnak. Fintor Gábor ügyvezető, igazgató a vendégünk. Szia Gábor! Jó estét kívánok, szervusz! Itt egy pár perc alatt kicsit meg
kenegettem az egódat, vagy nem is tudom, de azt gondolom, hogy tényleg minden tisztelet a tied és a Fesztivál Katna munkatársai. Nekem volt most szerencsém Bonnie Tyler koncertjén jelen lenni, és a fellépésed, mint egy igazi házigazda, tehát nagyon otthonosan éreztük magunkat. Rengetegen a nézőtéren ugye hatalmas telt ház volt. Hát akkor kezdjük rögtön ezzel a koncerttel. Úgy gondolom, hogy ez tényleg a nyár egyik nagy durranása. Neked szerencséd volt, hiszen közelről is láthattad a művésznőt, milyen érzés volt vele találkozni? Ezzel együtt azt gondolom, hogy a közönség a legfontosabb, és az ő érdemük tesz minket idézőjelbe nagyjá, még az előző gondolathoz visszacsatolva. Ettől függetlenül nagyon fantasztikus érzés volt a velszi világsztárok énekesnővel találkozni. Nagyon közvetlen volt, nagyon személyes, és az első gondolat, amikor kiszállt az autóból, az volt, hogy nagyon fitnek tűnik, és tele van energiával, és azt gondolom, hogy ez a színpadon is átjött egyébként, tehát egy igazi energikus koncertet adott, kezdve a legújabb dalaival, ugye a Between and the Earth című albumjáról vett új dalaival, illetve hát természetesen a régi nagy slágerekkel, mint a Total Eclipse of the Heart, vagy It's a Heartache és a Lost in France című dalok sem maradhattak ki a repertoárból, úgyhogy valóban én is úgy érzem, és a visszajelzések alapján azt láthatjuk, hogy ez egy nagyon fantasztikus koncert volt, de emellett még számtalan más teltházas eseményünk volt. Tulajdonképpen a jubileum az 5. évadban mindegyik előadásunkra azt mondhatjuk, a nagy színpadi előadásokra, hogy teltházas események, így a Lord of the Dance és a Rúzsa Magdi koncert is teltházas eseményként vonult be a Fesztivál Katlan történetébe, de a kiváló színházi előadások, úgy mint az Ankónai Szerelmesek, vagy a Csárdás Királynő is hozzájárultak a Katlan egyedi romantikus atmoszférájához, hiszen ahogy te is megtapasztalhattad, egy igazi romantikus környezetben, a Bodrog folyó közelségével, a környező megvilágított sziklafallal, egy nyári kellemes estét tudunk eltölteni minőségi programok mellett. Igen, egyedülálló, tehát hogyha az ember egy picit elkalandozik, és hát nyilván egy másfél-két óra alatt, még hogyha nagyon szeretnénk a színpadra koncentrálni, akkor is lenyűgöz minket maga a természet, tehát muszáj megcsodálni a hegy falát, a fényeket, a fákat. És még az időjárás is nagyon kedvező volt ugye ezen a nyáron, mert tényleg sok meleg nyári éjszaka volt. Ha meg nem, akkor szerintem lázba hozta a színpadon zajló esemény a nézőket. Maga Bonnie Tyler is elmondta, hogy isteni finom a bor, és hogy meg is fogja kóstolni, tehát itt is azért gondolom, hogy a vendégek nagy része a tokai gasztronómiát, illetve a finom borokat is díjazza, és hát szerintem azok a nézők, akik nem gépjárművel érkeznek, vagy nem vezetnek, azok is megkóstolják a legjobb tokai borokat. Ajándékban is kapott egyébként Bonnie Tyler tőlünk egy nagyon finom tokait, úgyhogy ezt gravírozva névre szólóan haza is vitte. Na hát azért még nincs vége ennek a szezonnak, úgyhogy ne búcsúztassuk a nyarat, hiszen még ugye augusztus közepén járunk. Mi fog még történni most? Ez így igaz, még vannak nagyon fontos eseményeink, hogyha az ünnephez érkezel, akkor ünnepelj egészen, mondja Márai Sándor, és hát természetesen nem lenne kerek a jubileumi 5. évad, hogyha nem érkezne az egyik legnépszerűbb visszatérő kedvenc művészünk, a világhírű zongoraművész Havasi Balázs, talán az elkövetkező időszak, vagy a hátralévő periódusnak a legnagyobb durranása mindenképpen az ő koncertje lesz. Fontos kiemelni, hogy idén 10 éves a Havasi Szimfonik, és ez alkalomból Tokajban olyan tételek is elhangzanak majd, amelyek az Arena Show műsorokban nem, vagy csak 2-3 év múlva lesznek hallhatóak, úgyhogy ez is az egyik különlegessége a tokai koncertjének, másfelől pedig az, hogy Budapesten kívül hazánkban 2019-ben csak Tokajban a Fesztivál Katlanban adott koncertet, és az egyetlen nyári koncertje a tokai koncert. Nagyon-nagyon a szívébe dobtátok magatokat, de lehet, hogy ő is szereti a tokai borokat, és ez favorizált titeket. Mind a kettő, de a közönség is nagyon szereti őt, és ez a legfontosabb, azt gondolom. És hát emellett még lesznek olyan előadások, mint például a Paula Jede Színházban a francia rúdugrás Kovács Patriciával. Ez egy igazi bevállalós darab, hiszen a műfaj a sextet két részben, a Manna produkciós iroda jóvoltából,
úgyhogy ez lesz majd augusztus 22-én, a már említett Havasi Balázs augusztus 24-én, és hogyha időrendi sorrendben haladunk, akkor augusztus 28-án Szulák Andrea lép majd színpadra a Fesztiválkatlan Teátrumában, itt saját dalaiból, illetőleg hát az elmúlt évtizedek legjobb slágereiből fog szemezgetni, válogatni. Augusztus 30-án pedig professzor dr. Bagdi Emőke alapvetően a férfi és a nő egymáshoz való viszonyáról, tehát a társadalmat érintő fontos témakörről fog, azt gondolom, hogy lebilincselő előadást tartani a tőle meghatározott és jól előadott stílusában, és augusztus 31-én rá egy napra lesz a záró nagy koncertünk, egy szimfonikus koncert a Margaret Island-del. Érdekes, hogy idén 5 éves a Margaret Island zenekar, csak úgy, mint a Tokaji Fesztiválkatlan, és hát ez a fiatal zenekar ugye nagyon népszerű a könnyűzenei életben, és hát olyan szimfonikus zenekarral lép majd a színpadra, amelyet Tokajin kívül csak másik 4 városban tette meg, másik 4 helyszínen, és az 5. lesz majd a Tokaji a születésnapjuk alkalmából. Hát az időnk elfogyott, viszont holnap este a Doknányi Zenekar játszik, ugye? Az szintén a ez így van, ez az Empléni Fesztivál keretében lesz egyébként nálunk, minden éven visszatérő vendégei a fesztiválkatlannak az Empléni Fesztivál, úgyhogy ezt a programot is érdemes látogatni. Hát Gábor, köszönjük szépen! Köszönöm! Kedves nézőink, nem sokára folytatjuk a Weekend második részével, vitorlásversennyel, petkupával és ásványokból készült karkötőkkel. Maradjanak velünk!